Hát kellemes sportélményeket kívánok valamennyi nézőnknek. 12. fordulójához érkezett az Alamegyei labdarúgó bajnokság, és ez alkalommal a Hévíz együttese a Zénet Telekom Becsehely csapatát fogadja itt Hévízen a sportpályán, méghozzá nagy reményekkel. A reményeket jogossá teszi és alátámasztja az, hogy 11 forduló óta, gyakorlatilag a bajnokság kezdete óta, nemhogy veretlen a Hévíz, de 100%-os eddig mind a 11 mérkőzést megnyerte a csapat. És egészen figyelemre méltó a gólkülönbség, a gólarány. 39 gólt rugott eddig a Hévíz, és mindössze 3-at kapott 11 meccsen. Tehát ezt azért úgy gondoljuk végig, ezt a dolgot. És hát gondoljuk végig azt is, és nézzük meg, hogy milyen csapatokkal álltak ki az együttesek. Közben ugye másfeledik percben Kovács Dávid került a földre. Hegedűs Miklós játékvezető végez gyors diagnózist, és ítél meg természetesen egy szabadrugást. Tehát a Hévízi összeállítás: a kapuban Ruzsik, Meidl, Barát, Giber és Nedelko. Vigyáz a hátsó részekre, a középpálya török, horvát Szip Péter Zsolt, horvát Dániel, Varga Márk és Vas György próbálkoznak majd elől a gólszerzésen, meg persze többek, hiszen azért a Hévíz gólszerzői számosan vannak, például az utóbbi hetekben igen eredményesnek mutatkozik a hátvédsorban, amúgy a hátvédsorban jeleskedő Barát Martin is. Most viszont nézzünk egy becsehelyi ellentámadást. Balassa próbálkozása halt el a védelmi reteszen, és egy ragyogó indítás Vas felé. Elpattan tőle a labda, de visszakapja. Picit arrébb, de jöhet vele Meidl. Puff! És a harmadik perc elején azonnal jelzi a Hévíz, hogy egyáltalán nem babazsúrra érkezett. A Zénet Telekom Becsehely következő összeállításban lépett pályára. Szekeres a kapuban, Pintér, Vég, Balázs, Markulia, Török Mário és Török Milán, Kovács Dávid, Balassa, Sós és Navracsics. Ők próbálják majd megfékezni a Hévízi hengert. Erre most már csak 87 percük van. Szip Péter Buzási távollétében ő a csapatkapitány. Egyébként érdemes végignézni a cserepadokon is, hiszen Damina László edző rendelkezésére egy másik fél kezdőcsapat áll gyakorlatilag csereként. János a Pődör Gergő, Tóth Gergő, Nagy Rihárd, Pajor Imre, Kiglics és Buzási ül a cserepadon. A Becsehelynél ez a sor, a névsor kicsit rövidebb. Fási és Bódi állnak készenlétben, hát ha történik valami, ami szükségesé teszi a részvételüket a játékban. Szöglet, Hévízi szöglet. Ez most kifejeli. Nedelko ront rá a labdára, kicsi kísérettel. Sós Dávid hozta el a labdát nagyon szépen, de csak egy darabig. Horváth Mário fordít a jobb oldalra. Giber húzódott előre. Egy hanvába holt becsehelyi próbálkozás. Varga szöktette volna Meidlt. Hát így az első perceket elnézve, nem lehet nem észrevenni, hogy a Hévíz az eddigi jó néhány mérkőzés gyakorlatának megfelelően tulajdonképpen is gyakorlatilag ráront az ellenfélre, de nem ilyen Hübele Balázs módjára. Barát a túloldalra Nedelkónak.
Horváth Mário próbált megcsúsztatni, ez most nem sikerült. Pintér. Balassa hátra. Giber csendesebb. Területre tereli a labdát, és egy beadás. Ez egy picit sok volt. Szekeres. Becsehelyi próbálkozás. Nagyon röviden. Kirúgás. Keressük a játékot. Szekeres fékezi a játékot a mérkőzés 6. percében. Már is jön vissza a labda, hopp, ez bizony szabad rúgás lesz. Ez a teljes joggal. És Mejlő. Megbeszélik egymás között, hogy mi történjen. Valószínűleg az is történt. Kifejeli a védelem. Ezt is. Horváth Mário gyűjti be a labdát. Be középre, hopp, egy csúsztatás Török Milántól. Szólt ki egy bedobást. Horváth felett elszáll a labda. Szipéter nyugodtan hazad. Ruzsik. Szipéter Zsolt, Nedelkó. Próbál meg elmenni. Kovács akadályozza meg ebben. Kicsi vita a bedobást illetően, Kovács győzővé a labda. Lassan harcol a labdáért, Pintér Bálint hátáról kerül Hévízi lábra. Horváth próbált meg elszakadni mindenkitől gyakorlatilag. Mejlőnek ez szerintem csemege lesz, az volt. Elegánsan akasztotta meg a becsehelyi próbálkozást. Szintjét Ezsó. Jó lenne az. Török és Török Milán és Horváth Mário közé érkezett a labda. Talán a pici tanácstalanság volt az oka, hogy nem játszották meg, mondjuk a hálóig. Szekeres nyert ismét néhány másodpercet. Mário! Mário! Agresszívabban egy kicsikét! Vargát nem sikerült elválasztani a labdától egy-két becsehelyi
sportembernek, pedig megpróbálták. Nem hagyta magát. Szipéter. Trök. Horvát. Török ki a szélre. Nedelko érkezik a bal oldalon, jó a beadás, kifejelik. Navracsics szabadított fel. És még mielőtt elindulhatna a becsehelyi ellentámadás, már is lecsekkolják a vendégtérfél közepén a Hévíz játékosai, úgyhogy Barát Martin kezdeményezhetett támadás sort. Ruzsiknak adnak egy kis mozgásteret a játékos társak, gyere már ki, megfázol, ha ott átsorogsz kapuba. Ki a szélre, Meidl. Horvát Mário érkezett ragyogóan, és az az igazság, hogy Navracsics az utolsó töredék másodpercben nagyon-nagyon jókor csúszott be, életveszélyes szituáció volt. Önfeláldozóan mentett Navracsics. És hát ismételten egy nagyon-nagyon formás hévízi támadás, mely ragyogóan ment el a jobb oldalon, visszalőtt labdáját pedig Horvát Mário igyekezett a kapuba droppolni. Barát. Nedelko választ társat, jól választott, Török próbál meg elszakadni vissza Nedelkohoz, középre Giber, higgadtan, tutira megy Szipéter Zsolt. Horváth Dániel. Szipéter Zsolt jól veszi észre a társat. Horváth Mário próbálkozik a 11-es pont tájékán, túl sok volt a vendégvédő. Ezért visszafordul, van rá ideje, mondanám hagyják neki, de végül is kiküzdötte Szipéter. Baráttól Giber. Horváth Mário roppant aktívan kezdte ezt a mérkőzést. Barát. Egyébként az egész hévízi csapat, tehát mondom, gyakorlatilag ugyanaz a forgatókönyv, mint az eddigi mérkőzéseken. Az első levegővétel után tűz. Mármint, hogy támadás. És hát ez eredményesnek is bizonyul, hiszen az első negyed óra végéhez közeledve az látszik, hogy szorványos próbálkozásoktól eltekintve a becsehely nagy részt, energiái túlnyomó részét a védekezésre összpontosítja. Eddig eredménnyel voltak azért itt már veszélyes kapu előtti szituációk, amit megoldott a vendégvédelem. Kérdés persze, hogy meddig lehet ezt a nyomást bírni, amit a Hévíz diktál. Most Sós próbál meg rámcáfolni. Ki a balszére, Török Mário. Becseljen is van egy Török Mário. De nem sikerült elvenni, egy bedobás lesz a dologból, és egy fűző igazítás az alkalmat ad néhány jótékony levegővételre. Ennyire közel talán még nem járt a becsehely a hévízi kapuhoz, mint most, és talán egy darabig nem is fog. Kirúgás. Gyere,
szekeres tréfálkozik egy picit Horváth Dániellel, ami nem biztos, hogy eredményre vezethet, mert Horváth feltűnően aktívan játszik szintén Horváth Dániell. Harapja a labdát, úgyhogy meglengetnek előtte, gurigáznak előtte egy labdával, rá fog csapni. Ez majdnem borítékolható. Közben a túloldalon hévízi bedobás, Giber készülődik hozzá. Kifelé kanyarodott a bedobás után a labda. Kovács Dávid van abban a helyzetben, hogy a hévízi térfélen birtokolja a labdát. Igaz, egyelőre az oldalvonalon kívül bedobás. Balassa próbálkozik betöréssel, visszakapja a labdát. Beadás! Ó, hát rúzsik, mint a legyet. Kapja el a labdát, és már is jön a kirúgás. Barátig jut a felszabadítás. Ezt most elolvasta nagyon szépen a becsehelyi védelem. Ezt a szándékot. Bedobásig sikerül görgetni ezt a támadás csírát. Markulia Milán lábáról pattant ki a labda. Most, hogy hozzáért. Vég haza. Egy csúsztatás akár jó is lehetett volna, de Szip Péter a legjobb helyen állt. Horváth Dániell. Uff! Ez nem volt nagyon-nagyon szép. Navracsics megunta a balettozást és a szlalomot. Gondolta, hogyha a levegőben találja el Horváth Dániell bokáját, a sokkal hatásosabb, mint a földön, és ez így is lett. Mondjuk ebben igaza volt. Szabad rúgás a sértett Horváth a labda mögött. 18. percében járunk a mérkőzésnek. Egyre egyértelműbb, hogy mit is látunk. Tulajdonképpen jó a bedobás. Bedobás, szabad rúgás. Visszakerül Horváthoz a labda. Kiemeli, Szip Péter Zsolt keveredett a jobb oldalra, lestjel ez a játékvezető. De a partjelző nyomán a játékvezető. Azért mégiscsak így van ez. Tehát az utolsó szó mindig az övé. Leosztja a labdát hátra, és már is Horváth Dániell érkezhet. Jó lett volna az a meglátás, jó volt, de közbe lépett egy védőláb, ismét Horváth. Uff, messziről rászúrja, picit talán elkapkodta. A meglepetés ereje benne volt a lövésben, más olyan nagyon nem, mellé is fölé is. Szekeres altathatja a labdát kicsit. Egy lehelet finom pöccintést Horváth Máriónak. Bedobás. Sarcolt a labdáért, ennek nyomán lesz Mejdlé, egy bedobás erejéig. Segíts már neki! Vas próbált meg befelé fordulni. Kicsi légibaletre kényszerítették, de játékvezető szerint ez benne van a játékban, úgyhogy bedobás lesz végül is. Méghozzá vendégbedobás. Nagyjából a 20. percnél elmondható, hogy
Állandósult a Hévíz fölénye. Mondanám azt, hogy amint az várható volt, de egyébként meg tényleg várható volt. Tehát próbálkozik a Becsehely. Vannak veszélyesnek tűnő megugrásai a vendégcsapatnak, de ezek nem igazán jutnak el Ruzsik kapujáig. Tehát valahogy így elfogy a lendület, ebben döntő szerepe van a hévízi középpályának és védelemnek, ugyanis ők fogyasztják el ezt a lendületet. Mindig van egy láb, egy fej, a legjobbkor ér be a támadást vezető Becsehelyi játékosok által terelgetett labdába. Úgyhogy nem igazán jelent gyakorlatilag semmiféle veszélyt. A hévízi kapura, a Becsehely nem úgy, mint az ellenoldalon. Most például Szipéter Zsolt baloldali beadására csúszott be Vas. Centiméterekkel elvétve a labdát. Borzasztó nagy kedvel játszik a Hévíz. És szemre is tetszetősen. Hogy mennyire eredményesen, annak az eldöntésére azért csak nem 70 perc áll még a Hévíz rendelkezésére, mint ahogy ugyanez az idő áll a Becsehely rendelkezésére ahhoz, hogy módosítson a játék képén valamelyest. Mert az eddig stabil és hatékony védekezés nem biztos, hogy ezt a nyomást nagyon sokáig bírja, tehát valamit az ellentámadásokkal is kéne kezdeni, ha akar valamit a Becsehely, de természetesen nem így. Varga lopott el egy labdát, de aztán felszabadít a Becsehelyi védelem, és most sós révén eljutnak a Hévízi 16-oson belülre. A labda viszont Ruzsiknál volt, akinek a révén már is jöhetett előre a hazai csapat. Barát. Török küzdött Meidőhez tudta gyúrítani a labdát. Barát Martin gyorsítja fel az eseményeket. Sós. Balassa igyekszik előre, hát ez nagyon-nagyon hosszú. Ez tulajdonképpen felszabadításnak volt jó, de hát Sós a másik csapatban játszik. Nem indítást. Kezdeményezett. Varga. Giber is előre merészkedik. Török elől szedi fel a labdát, Szekeres. Azért, ahogy így beáll a játékban egyfajta divat, vagy egyfajta szerkezet, az észrevehető, hogy a hévízi hátvédsor tagjai egyre bátrabban merészkednek előre. Mondjuk ez Meidl és Nedelko esetében gondolom követelmény szélső hátvédként. Imen Edelko most is követi a bal oldalon az eseményeket. De Barát és Géber is rendszeresen megjelenik az ellenfél tér felén. Ilyenkor Szipéter Zsolt biztosít hátul. Na nézzük, Horváth Dániel! Beadása Varga! Mit szedett le a lábáról, Pintér! A Vargába benne volt már a löket. És Pintér eléggé nagyon messziről szállt bele ebbe a labdába, hogy elterelgesse a rúgásra lendülő láb elől. Megint Varga. Meidl szerel az ellenfél térfelének közepén, és indul meg. Nagyon szépen beközépre Vas. Ellet finom beadással próbálkozott, ez azért túl finom volt. Giber nem vacakol sokat, azonnal elvégzi a bedobást. Segíts pár neki szemből! Egyébként ez, azt hiszem, hogy ez a mozzanat akármennyire is jelentéktelennek tűnik jellemző a Hévíz játékára. Pörögjön, 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 menjen a labda. Nincs időhúzás, nincs pihengetés, menjünk előre.
Giver. Lepatant a labda, így lett jó Vargának. És ez volt az az idő pillanat, amikor Nedelko nem volt kint a bal oldalon. Ritka. Vendégbedobás. Egy csúsztatás, Barát is közben helyezi a fejét, Szi Péter Zsolt. Fölnéz, tervez, odarúgja, hova akarja, Varga. Hát ez beadásnak, hosszú indításnak mély volt. Biztos nem így gondolta, Szekeres. Én azt mondanám, hogy már ez is veszélyes szituációnak tekinthető a Hévízi kapu előtt, hogy a térfél közepéről kétszer is megpróbálják eltalálni Ruzsik kapuját. Balasa is Navracsics próbált meg valamit kezdeni a labdával, de ez Horváth Dánielnek sikerült, és kap egy szabad rúgást. Barát. Varga. Kicsit nagy sűrűbe vezette ezt a labdát, Barát. Horváth Dániel. Barát, így körbe gurigázzák széltében a pályát a becsehelyi védővonal előtt. A Jéviziek, most egy indítás, ezt elolvasták, visszajön. Szi Péter szöktette vast. De nehezebben szabadítanak fel a becsehelyiek. Most viszont kapnak egy szabad rúgást, ezt talán lélegzethez juttatja a becsei védelmet. Végteszi le a labdát, vég Benjamin. Balassa visszasarkalja Kovácsnak, de hát ennek is csak az a vége, hogy a Hévízi a labda. Varga egészen hátul, már hogy a posztjához képest egészen hátul. Giber. Markulia akadályozott meg egy indítást, de Barát már is visszaszerzi a labdát. Jó indítás lehetett volna, egy kicsit volt csak hosszú Horváth Dánielnek. De ezzel a kicsivel viszont hosszú volt. Török varázsolta ki a labdát valahogyan a tömegből. Horváth Mário. Lövésnek ez gyenge volt, Szekeres felszette, és jöhet egy becsehi ellentámadás, mondom, ez kérdő formában. Hogy jöhet-e? Nem. Szi Péter Zsolt hallatlan nyugalommal szerelt. Horváth Dániel baloldalról. Egészen lemegy az alapvonalig, vissza, gurít és gól. És eddig bírta a becsehely, Vas György. Ennek
Horváth fantasztikusan harcosan ment el a bal oldalon, levitte a labdát egészen az alapvonalig, megközelítette a kaput, és lehelett finoman. Középre pöckölte szinte a labdát, ahol a jó helyen álló Vas Györgynek nem volt olyan nagyon-nagyon különösebb erőfeszítés ezt a hálóba gurítani a szekeres mellett. 31. percben járunk tulajdonképpen, Vas révén 1-0 arányban vezet a Hévíz, eddig bírta az ellenállást a Becsehely. Derekasan mondanám, bár nem túl eredményesen, az kétségtelen, hogy a vendégcsapatnak valamit ki kell találnia, ha bármit is akar kezdeni ezen a mérkőzésen, amiből pont lesz, vagy pontok lesznek. Mert az, hogy eddig keményen és határozottan védekezett, az kevés. A támadójáték az nem volt valami érces, sőt. De most már gólt kell rúgni, ami az, az igazság, hogy ezzel ellen a Hévíz ellen elég nagy feladatnak ígérkezik. Ruzsik szabadított fel. Apró intermezzo után marad a labda a Hévíznél, Giber. Varga. Szépéter Nedelkó. Ez egy nagyon szép közbelépés volt. Barát hátra. És ismét egy szöktetés. Horváth Mário ezt most nem érte el. Többen voltak körülött. Pintér forgolódott egy kicsit a labdával, hogy piros mezt is érezzen magán a játékszer. Horváth Mário! Jó szöktetésnek tűnt Horváth Dániel felé. Szépen szerelt vég. Varga. Barát Varga. Még hátrébb, Giber. Barát. Szépen csörgedezik a támadás, talán több is. Horváth. Most folyamatosan hévízi lában a labda. Barát Martin. Horváth Mário. Elindul balra. Horváth. Igen, Horváth Dániel, őt rúgták föl bizony. Szóval anélkül, hogy elfogultnak tűnnék, azon gondolkodom, hogy van egy gyenge láncszem a Hévízben, én nem találok, ha tetszerek tudni mondani, akkor otthon ezt vitassák meg sportszerető nézőtársaikkal. Egész egyszerűen mindenki játszik, mindenki rajta van. Mindenem. Szemre is tetszetős, lendületes. És szabad rúgás. Horváth Dániel a labda mögött. Alsan a síp. Micsoda gól! Horváth! Hát 19-20 méterről nagyjából kapunak szembe felállt sorfallal, sorfalat igazgató kapussal, szekeressel szemben, félmagassan a kapu jobb oldalába emelt. Szekeres lemondóan félbehagyott egy mozdulatsort, amivel elindult a labda felé, de látta, hogy nem fogja elérni. 2-0 arányban vezet a 34. percben a Hévíz.
Hát innentől kezdve a vendégcsapatnak már több lecke van feladva, és egyre jobban. Részit meg kéne fékeznie valahogy a hévízi hengert, de másrészt meg hát azért valamit kéne kezdeni elől is. Szekeres. Nem mondanám, hogy tehetett a gólról, mert ez bizonyos szempontból védhetetlen volt. Talán, ha előbb észrevesz, és előbb elindul, és nem mond le a befejezésről, akkor talán Újhegyjel bele tudott volna pöckölni. De hát ez már feltételezések világa, ami ugye sportpályára nem való. A tény az, hogy 2-0-ra vezet a Hévíz. Igázott eddig. A Hévízön rettenetesen nagy izgalmak nem történtek a pályán. Most alkalma van Hegedűs Miklósnak. Sípjába fújni szabadrugás. Befelé. A szög jó, a távolság azért egy kicsit túlzás, nem sokkal van az iménti gól. Gólt hozó szabadrugás színhelyétől. A mostani pont szintén Horváth Dániel fut majd a labdának, ezúttal két fős a sorfal. Szekeres kapus nyilván úgy ítéli meg, hogy azért ez messze van, és tényleg valóban elfejelik a beadott szabadrugást. Horváth! Egy felszabadítást próbált kapásból kapura tenni, lecsúszott a lábáról, lepördült. Kirúgás. Barát egészen hátra. Szép Péterhez, puff. Horváth Dániel alól kivarázsolt a Navracsics lábát. Vagy mint aki egy másik úton jött a bocsát, Varga esett hatalmas nagyot, Navracsics pedig elhagyta a placot, mint akinek köze sincs az egész dologhoz. Keresztbe építkezik a Hévíz. Hopp! Egy lukrafuttatás lett volna Meidlnek. Az elképzelés jó volt, de most nagyon szemfüles volt a becsei védelem. És közbe tudtak lépni. Bedobás Töröki. Török próbál meg firkálgatni a labdával három védő között. Giber. Felező vonal környékén passzolgat a Hévíz. Készíti elő a kiugrást. Kiugratást itt van. Kifejelték.
És talán jöhet, hát mire kimondom, hogy talán jöhetne egy ellentámadás, addigra már nem jön. Sósmirtatlankodik egy kicsit, hogy szerinte kellett volna neki kapni egy szabad rúgást. Hegedűs játékvezető szerint viszont nem. Itt a vita eldőlt. 5 perc van hátra a mérkőzésből. Varga. Barát a 16-os elé. Horváth Mário csúsztatja tovább. Sós Vas. Meddig jutott hátra a labda. Ő viszont valahogyan kivarázsolta az oldalvonalon túlra. Vendégbedobás. Mint egy az utolsó 3-4 percben a lendület alább hagyott volna a mérkőzés irama. Hát legtöbb oka is lehet. 2 góllal biztosan vezet a Hévíz, és a Becsehely viszont most elindult volna. De hát az a helyzet, hogy ezek az indulások még Sós révén is eddig tartanak. Tehát rendre lekapcsolja őket a Hévízi védelem. És visszaáll, hát azt kell mondjam, hogy visszaáll a mérkőzés rendje. Tovább támad a Hévíz. Horváth Mário. Nagyon jó! Török! Bokából nagyon szépen tette oda Horváth Dániel elé. Hát most mákja volt szerintem a vendégcsapatnak, hogy ebből nem lett gól, nagyon szép támadás volt. Ez is Szekeres fogja kirúgni a labdát, mert nem tud 3 percet húzni az időn. Ennyi van még hátra az első fél időből hivatalosan. Különösebb indok nincs a hosszabbításra, úgyhogy valószínűleg így lesz ez. Egy átívelés a túloldalra, ott lélek egyedül, Horváth Dániel. Török vissza Horváth. Középre Barát, fölemeli, kifejelik. Török Nedelkónak. És hát Balassa ment bedobásra a szöglet helyett, ennyit tudott elérni. Barát Martin. Törököt próbálta meg játékba hozni. Horváth Dánielt másodszor sem tudják elkaszálni, azért ez is egy teljesítmény. Horváth Máriótól visszakapja a labdát, Barát. Meidl fut fel szokás szerint. Barát találja meg Törököt, akitől elpattan a labda egy történelmi pillanatban a 16-oson. Nedelkó javít, Török Milán! Cselezget le az alapvonalig, ez már egyszer bejött, most viszont Szekeres szépen ment. Ez egy nagy védés volt, Török Milán valahogyan levarázsolta magát az alapvonalig. Visszahúzta a labdát, miként az első gólnál is történt ez. Csak hogy most nem volt ott Vas György, ott volt Szekeres kapus. És valahogy kiküzdötte a labdát a játéktérről. Horváth Dániel. Jön be a szöglet, ezt kifejelik. Rövid saroktól Horváth Mário. Uff! Vargát megszabadítják a függőlegestől. Szabad. Már nem ez, hanem szabad rúgás. Ezt azért nem szabad. Az rendben van, hogy utána puszi. Pacsi. Bocsi. Sportszerű volt a jelenet. A fejrúgás után. Szabad rúgás. Varga és Horváth Dániel. Horváth elfut, Varga emel be. Barát elől szabadítottak fel, mondjuk ő volt a legközvetlenebb
környezetébe a labdának. És ebben a pillanatban az első félidő végét jelző sípszót szólaltat meg Hegedűs Miklós játékvezető. Nagyon meggyőző játékkal, 2-0 arányban Vas és Horváth Dániel góljaival vezet a Hévíz az első félidőben. A tulajdonképpen nem rosszul játszó Recsehely ellen, aki viszont a támadásban alig-alig tud valamit mutatni. A második fél időre fordult az idő. Hévíz Becsehely, Hévízen 2-0 arányban vezet a hazai csapat a Hévíz. 30. percben Vas György rúgott gólt a Becseheieknek. 34. pedig Horváth Dániel egy nagyon-nagyon szép szabadrugás góllal erősítette meg ezt az eredményt. Hát az első fél időben látottak alapján bomba biztos a Hévíz vezetése. Szemre tetszetősen, lendületesen és nagy kedvel játszik a Hévíz. Komoly erőket mozgósít a védelmére a Becsehely. Ettől viszont alig marad energia a támadó játékra. Néhány kiugratással, elfutással próbálkozott eddig a vendégcsapat, ezt azonban rendre lefülelte, nem hogy a hévízi védelem, hanem többnyire már a középpálya is. Maga biztosan játszik egyébként a Hévíz. És hát az első félidő végét, ha nézzük, akkor még azt sem mondanám, hogy elvesztette a kedvét a Becsehely, mert nem. Ennyit lehet ezzel a lendülettel szemben, amit a Hévíz produkál. Na nézzük, egy cserét látok a vendégcsapatnál. Navracsics helyét foglalta el Bódi Erik 11-es számmal. Egyelőre más csere nincs. A Becsehelyi Török Milán gyötörte meg Horváth Máriót. 11-es Bódi Erik lépett a pályára. Varga labda mögött. És Horváth Dániel. Horváth Dániel a szabadrugásoknál nem maradhat el a labda közvetlen környezetéből. Most éppen elfut előtte. Most ez a szerepe volt. Varga kifejelik. Ismét Varga. Nedelko Tormejdő. Varga Márk közelíti a kaput. Horváth Márióhoz nem jutott el a labdája. Mejdő Giberhez. Oldalt vált a Hévíz. Török. Én már a bal oldalon. Horváth Márió. És mint egy oldalváltás, majd a jobb oldalon, és az oldalváltásokkal párhuzamosan hullámzik a Becsehelyi védelem súlypontja is. Szekeres tréfálkozik egy kicsit Török Milánnal. A poént előre lehetett tudni, föl fogja venni a labdát, így is történt. Felszabadítása egészen Vargáig szállt. Kirúgás.
mondjuk ott el, Milu. Barát és Balassa ütköztek egy fejes révén. Itt pedig Kovács forgolódott egy kicsit, de nem tudott eredményt produkálni, nem maradt nála a labda. Szabadrugás! Két zöldmezes is ugyanarra jutott, nincs más teendőjük, megvárni, még kigurul a labda az oldalvonalon túlra, bedobás, és így már jöhet, vagy jöhetne a Hévíz. Balázs Gábor mentett fejjel. Szabadrugás át a pálya mérteni középpontját számítva túloldalára. Kovács próbált volna meg elmenni. Hopp! Kérem szépen, megtörtént az első kapura lövés Sós Dávid jóvoltából. Becsehelyi részről egy védőn megpattant a labda, így aztán szögletet rúghat a Becsehely. Markulia Milán örülhet a lehetőségnek. Első félidő, 6. perc, Becsehelyi szöglet. Száll befelé a labda. Török maga biztosan kifejeli. Meidl. Jó volt pedig a középreadás. Varga nagyon szépen tempóban adta a labdát Horvátnak, és ezért a megmozdulásért Vég Benyámin teljesen megérdemelten. Gyakorlatilag hátulról összekoccantotta. Főrúgta Horvátot. Vég Benyámin sárga lapot kapott a mérkőzés 51. percében járunk. Eddig nem volt probléma a sportszerűséggel, ha történt is valami, azt egymás között lepacsizták a játékosok. Ez csúnya volt kifejezetten. Horvát. Daniel, jó az! Picit érzésem szerint aláfutott török. Így felszabadított a Becsehyi védelem. Horvátot megint megrángatják ezúttal. Török Mário. Bedobás. Vass indul el. Becsúszó szerelés nyomán szöglet. Volna kapásra a labdát, Szekeres elöklözte előle, de még nem szabadult fel a vendégkapó. Egy csúsztatás, Barát Martin. Szekeres a helyén volt. Ez most szép védés volt Szekerestől, és nagyon szép jelenet volt. Ragyogóan csúsztatta kapura a labdát Barát. Meidl a biztosat választja. Oldalvonalon túlra szabadít fel. Balassa nem tudott élni a lehetőséggel. Úgyhogy így aztán átkerült a játékszínhelye a vendég térfélre. Horváth Mário,
barát. Egy jó fordítás Nedelkónak a túloldalra, elfejlik előle a labdát. Újabb szöglet következik. Török csavarta, hát nem is tudom én, kapura talán. A kapu felé minden esetre. Nélkül ment ki a labda, hogy bárki is beért volna. Úgyhogy szekeres pillanatai következhetnek. Ismét alakíthat egy kicsit az időfogalmán. Most fejelte előre, de ezt lecsekkolták. A becsehelyi védők. Tíz-tizenegy perc telt el a második félidőből, változatlanul 2-0 arányban vezet. A Hévíz az első félidőben Vas György és Horváth Dániel szereztek gólokat. Abban az első félidőben, amely egy kicsit az élendületesebb volt, mint ez. Az érdekessége az, hogy ebben a 10-11 percben nem igazán lehetett azt nagyon exaktul észrevenni, hogy a becsehely úgy gondolná, hogy támadnia kell, és muszáj lenne ennek érdekében több mindent tennie. Hát ez egy klasszikus szerelés volt Meidőtől. Török Máriót választotta el a labdától. Szóval, hogy a gólra törést, a szépítési, egyenlítési szándékot nem vélem felfedezni a becseibe. Lehet, hogy van, de akkor ez csirájában elfolytja a Hévízi csapat. Védekezésre összpontosít változatlanul a vendéggárda. Kiver. Viszont így úgy tűnik egyre nehezebb dolga lesz a Hévíznek támadás vezetéssel. Tömörül a védelem. Koncentráció is ide összpontosul, úgyhogy csak nehogy leüljön a meccs, mert eddig nagyon-nagyon jó volt, szórakoztató volt, kifejezetten élvezetes annak a nát nagyjából 120-140 mondjuk nézőnek, aki kijött a meccsre, nem csalódtak az első fél időben. És ebben a 12 percben, ami eltelt második fél időből, talán várakozó állásponton vannak, és várják az első fél idei íramot. Hogy a gólokat Vas szerzett közben labdát, és ez mindig egy veszélyes tényező. Meidl középre, Vashoz pattan a labda, rá is szúrja, közben lépnek. Horváth Mário ki a jobb oldalra, Meidl, Horváth tesz egy pár lépést, átfordít a bal oldalra. Most pont azon a négyzetméteren nem volt Hévízi játékos. Úgyhogy dobhat a becsehely. És nekem úgy tűnik, hogyha a becsehely valamit állított labdából csinálhat, akkor megy az idő. Tehát több idő telik el, mintha ugyanezt a Hévíz tenné. Nem igazán indokolt. Lépéskényszerben, érzésem szerint inkább a becsehely van, na de nem ilyen lépésekre gondoltunk. Egy gondoltam, amivel Parát Martint a földre küldték. A szabadrugás Giber kapja. Gyere,
Varga próbálta meg egy tockossal ellenfelét arrébb taszajtani és elindulni a labda felé, de akkor már nagyon messze volt tőle a labda, a tockos elvette az energiát meg az időt. Szikeres nagy gonddal megtervezett kirúgását láttuk. Varga, török, török nagyon jól megy el, 16-oson belül jár már, rászúrja és Török Milán ragyogó egyéni alakítását láthattuk, nagyon-nagyon szépen kígyózott át a becsei védelmen, nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban, picit jobb oldalról, alig-alig perdített mellé, hát tényleg nem lehetett egy, mit tudom én, 15-25 centi között, amennyivel mellé ment a labda. Na ezzel jelezte azért a Évíz, hogy nem ő a maga részéről úgy gondolja, hogy ez a meccs még nincs lefutva, már abban a tekintetben, hogy a két gól nem gól. Vas, amit eddig rúgtak. Nagyon szép egyéni megmozdulás volt. Én is másodiknak is lányt akartam lehetni. Bedobás Meirul. Hát ha talán ettől a mozzanattól picit élénkebbé válik a mérkőzés, mert őszintén szóval az első félidő rakolása és zakatolása után egy picit a második félidő első negyed órája nem hozta azt az iramot, amit megszoktunk az elsőben. Horváth Dániel indul el. Nem, bocsánat, Varga volt az. Most Horváth. Hoppá, 11-es. Hát bizony, Horváth lehelet finoman átemelte védője lába fölött a labdát, és elindult volna utána, és védője lába aktív formában ott maradt, gyakorlatilag Horváth Dánielt felrúgták, a 11-esnek pedig Török Milán áll neki. A 62. percében járunk a mérkőzésnek, lesz-e három? Törökön múlik és Szekeresen. Lesz! Lesz, pedig Szekeres új heggyel beleért a labdába, de Török olyan erővel rúgta meg a bal alsóba, hogy ezt nem lehetett védeni. 3-0. Hát végül is ez a fékezett habzású rohamtempó, amit a Hévíz a második fél időben produkált az első negyed órában, járt eredménnyel, konkrétan egy góllal. Arányban vezet tehát a Hévíz csapat a Becsehely ellen, és nem tudom, hogy e feletti elkeseredésében, vagy nem, de Török Mário a Becsehelyi középpályáról elhagyja a játékteret. Fási Norbert érkezik a helyére, tehát a gól után közvetlenül cserél a Becsehely. Vas György, Horváth Dániel és Török Milán a gólszerzők Évízi részről. 6-os Fási Norbert László lépett a pályára. És most mintha támadgatni kezdegetne a Becsehely. Frissen beállt Fási. Jó labdával indít. Sós Dávid. Picit megzavarta talán a labda. Pedig kecsegtető helyzetben volt. Horváth Mário szerez közben labdát. A Becsei 16-os előtt jön a beadás. Horváth Mário nem ér el. Szekeres. Kirúgás már is Hévízi lábon. Barát.
Nedelkó. Török küzd a védőkkel, Balázs Gábor szabadít fel előle. Szöglet. Horváth Dániel kocog ki a szögletet elvégezni. Ugye két gólban is benne volt, egyet először is szerzett, a másodikat megelőző megmozdulásnak szenvedő alanya volt, miatta kapott 11-est a becsehely, őt vágták fel. Most szögletet rúg. Nézzük. Jön át a hosszú oldalra a dolog. Szi Péter Zsolt picit megcsúszik, de nem zavartatja magát. Barát! Barát Martin! Szi Péter a jobb oldalról. Hála, nem azt mondom, hogy lágyan középre, beívelte a labdát, és Barát Martin a túloldalon állva egy gyönyörű szép ollóval, ollózós mozdulattal hatalmas gólt ragasztott a becsehelyi kapuba. Szépségdíjas volt, remek teljesítmény. Hát erre, aki látta, sokáig fog rá emlékezni. Gyönyörű gól volt. Barát, a hátvéd sorból. Nem azt sem mondanám, hogy előre téved Barát, mert azért rendszeresen előre húzódik. Ez egy hatalmas nagy szép gól volt. A második fél idő 20. percében járunk. Ekkor született a gól. 4-0. Na de micsoda gól. Milyen gól volt ez a negyedik? Hú-hú. Bent helyezkedett, zöldmezes, pirosmezes, mindenki, szipét. Hoppá, közben Vas kerül helyzetbe. Szekereshez kerül a labda. Bent helyezkedett, zöldmezes, pirosmezes, egymást gyötörték a játékosok. Barát egy kicsit kijebb állt a tömegből, és ahogy érkezett a labda, kapásból, gyönyörű olló mozdulattal behúzta a Hévíz negyedik gólját. Ettől azért még folytatódik a játék, persze, hogy én lelkes vagyok. De hát van miért, és van mire. Hát a négy gól és a hátra lévő 25 perc összefüggése lehet, hogy gyötrő gondolatokra sarkalja a becsehelyt. Tehát azért mégiscsak el kéne nekik indulni, ám nem ők indulnak, Török Milán indul meg. Jó a középreadás, kiérkezik. Horváth Máriónak nagyon hosszú volt, Horváth Dániel a túloldalon megpróbálta elérni, aztán egy kicsit meredek volt, de Török gyönyörűen futott el a jobb oldalon. Hát ez is bizony figyelmeztető jelzés volt a becsehely számára. A Hévíznek még nem ért véget a mérkőzés. Barát, hát ez már ráragad, az ollózós Barát. Elképesztő gólt. Néhányszor ezt még fölfogom, de inkább magamba folytom, mert ezt mindjárt láttuk. Hát ezt nem nevezném próbálkozásnak Becsei részről, inkább egy felszabadító rúgás volt ez, mint indítás. Barát Martin. Kirúgás jöhet a becsehely? Hát kérdés az, hogy akkor is van-e terve a jövésre? Már
már is érkezik, tudnélik vissza a labda, Giver. Palettó kapja vissza a labdát, meg is indul, és szökteti Meidőt, aki Varga közreműködésével kap labdát, illetve Vas közreműködésével. Horváth Mário indulna el. Nemrég beállt Fási oldotta meg ezt a helyzetet, becsei szempontból legalábbis. Varga harcosan! És hát, mint a jó harcosokkal ez lenni szokott, lemészárolják előbb-utóbb. Hát a, hogy úgy mondjam, ez a sok lúd esete volt. És cserét jelez a játékvezető, mert cserét kért Damina László, a hévízi csapat edzője méghozzá. Ha jól látom, tömeges cseréről lesz szó. Tóth Gergő Ádám fog beállni, Nagy Richard és Pajor. Úgy van. Egy negyed kezdőcsapat, ha úgy vesszük. Lefelé pedig igyekszik Varga, Vas és Horváth Dániel. Hát mondanám azt, hogy a mérkőzés három hőse, de ennek a mérkőzésnek több hőse van. Évzi szempontból mindenféleképpen. Vas, Varga és Horváth Dániel tehát le, Tóth Gergő, Nagy Richard és Pajor Imre föl a pályára a 70. percben, frissít Damina László, az amúgy elég frissnek tűnő évízi csapaton. Mutter Attila becsei edzőnek ehhez nincs megjegyezni valója válasza, ők nem cserélnek. És már is nagy a labda mögött a szabadrugásnál, Nagy Richard. És ez egy figura volt bizony. Ez egy figura volt bizony, Barát Martin csúsztatott. Kapura. A figura megvolt. A csúsztatás egy picit mellé szállt, de nem volt veszélytelen az akció. Szöglet, Szekeres. Most remekül öklözött. A Markulia mentett meg egy helyzetet, pontosabban egy labdát, pontosabban harcolt ki egy bedobást. Kovács Dávid minden ellenkező előjel dacára elérte a labdát. Nagy. Gyere már be közébe! Újonnan beálltak. Szokják a labdát éppen. Giber. Nagy. Ó, egy picikét a hátrafelé húzódó játékostárs elé helyezte a labdát. Hát a megyünk tovább, hát miért veszed? És már is. Hévízi lábakon. Nagy. Nedelko. Vissza Nagynak. Tóth Gergő bemutatkozott. Jó napot kívánok, itt vagyok a pályán. Mondta a 16-os sarkáról, Szekeres védett, azt kell mondja, bravúrral. Őrületes löket volt. Hú. Ismét szöglet. Húsz-huszonkét perc lehet hátra mérkőzésből. Nem nincs annyi, 17. Mondjuk úgy bő negyed óra, és akkor ebben minden benne van. A játéképpen annyiban változott csak, hogy egy kicsikét az iram mérséklődött, de a kép nem változott. Tehát Tóth Gergő. Mondanám, hogy a beállt játékosokkal egy kicsit
meggyorsult az Iram Hévízi részről, és nem is mondani egy butaságot, ez pontosan így van. Ugyanúgy nagy fölényben játszik a Hévíz. Ugyanúgy masszívan igyekszik védekezni a Becse, és ugyanúgy nem tud támadásokat vezetni. Szekeres véd. Pajor! Kicsit figurázott, kicsit húzogatott, kicsit elküldött két Becse helyét, és aztán elég messziről úgy döntött, hogy ő most ez bizony rábikkantja, megtette. És nagyon veszélyes volt. Nagy jön ki. Egy szögletet elvégezni. Óriási helyezkedés bent. Játékvezető is bemutatja, ő mire is gondolt ez ügyben. Kinek hol kéne állnia, és mit nem szabadna csinálni. A 16-oson belül jön befelé a labda. Nem. Gyere! Most. Nagy. Ujj! Hát kérem szépen, török veszélyeztette először a kaput, azután a kipattanó labdát, ha jól láttam, akkor ismét Barát juttatta a kapuba, de ezt megvétózta a játékvezető a partjelző intésére. Ez a gól nem volt gól, úgyhogy marad az a négy, ne legyenek telhetetlenek a hévízi szurkolók. Török minden esetre hatalmas helyzetbe került. Pajor! Csend el egy labdát, nagyon szépen most szerelni tudják. És jöhet, talán nem jöhet. Egy becsehelyi támadás. Hát egyre másra alakít ki egyébként helyzeteket a Hévíz. A becsehelyi kapu előtt most itt végig sorjáztam az utolsó néhány perc történéseit. Tud. Indította volna Nedelkót, aki egy lehelettel később kapcsolt, úgyhogy egy elérhetetlen labdába futott bele, nem is futott. Beleszekeres. Komótosan. Ő már az első fél idő elején is komótos volt, talán sejtett valamit. Jó az, ha úgy megy az idő, hogy nála van a labda, mert ha a hévízieknél van, akkor baj van. Itt eddig négy baj volt konkrétan a mérkőzésen. Már hogy becsehelyi szempontból több labdát is kapnak a pályára a játékosok. Tóth, török! Török forgolódott egy kicsit az ötös közvetlen közelében, de hát aztán hárman termettek mellette. Így ilyetében elvesztette a labdát. Kirúgás. Bódi harcolt a labdáért becsei részről. Fási úgy megijedt a
közelében lévő hévizektől gyorsan odaadta nekik a labdát, tehát nem kellett volna azért ennyire. És természetesen jöhet a hévízi támadás. Azért mondom természetesen, mert ennek a meccsnek ez a természetes kalancsora. Dobhat a vendégcsapat. Nagy ki a szélre. Jön befelé a labda. Tóth. Megyőköz Fásival. Megy Győz. És Horváth Máriótól vissza is kapja a labdát. Megpróbál egy kötényt kieszközölni. Ez így nem sikerült. Török. Meidl. Hú, de nagy gól volt. Török és Meidl kavargattak középen. Végül is egy kipattanó labdát, tehát ha jól láttam, akkor Meidl volt az, aki kapásból a lábak között bevart a 80. percben. 5-0. Hát ez a nap sem múlik el sok hévízi gól nélkül. Az eddigi mérkőzéseken ez azért túlnyomó részt így történt. Hévíz Becsehe 4-0, gólszerző 4-es, Meidl Zalán. És egyúttal csere is következik, Damina László ismét cserél. A gólszerző Meidl Zalánt hozzá talán jutalomból, ha nem hinném, hogy ez neki jutalom, nagy kedvel játszott Meidl. Pödör Gergő a helyén az utolsó 10 percre. Hát igaz, hogy Davina edző lehozta az első gólt szerző Vas Györgyöt is, lehozta Horváth Dánielt is, aki a második gólt szerezte, hát most lehozta Meidlt is. Más is rúgjon gólokat. Egy becsehelyi veszélyeztetés, aminek a vége az lett, hogy Szi Péter Zsolt kényelmesen hazakísérte a labdát Ruzsiknak. Szi Péter. Nagy. Ki a bal szélre Nedelkónak, oda tutira lehet játszani a labdát. Nedelkó kérdőn néz a játékvezetőre, aki távmondatokban elmagyarázza neki, hogy azért állította meg a játékot, mert egy piros csíkos sportársa földön van, és nem véletlenül került oda, ő legalábbis ezt így látta. Kovács Dávid tápászkodik fel. Játékvezetői labda. Sportszerűen visszaadja a Becsehely a labdát. Szép jelenet volt. Jöhet a hévíz. Pödör. Liber. Ops. A rárontó Bódi. Elő, át a túloldalra. Ne kapkodjál! Ezt most megfogta a becsehelyi védelem, ezt a támadást. Gyere egy kicsit feljebb, Csenya! Félúton megakasztották. Szélére, figyeljük! Csenya! Ez hosszú.
Ez hosszú volt Horváth Mário. Nem érte el. Horváth Mário próbálta volna meg Pajorhoz esernyőzni a labdát, nem sikerült, és kérem szépen Becsei támadás. Bódi próbált meg elmenni. Hát ez talán egy kicsit előbb kellett volna a vendégcsapatnak ilyesfajta akcióba bonyolódni a saját magával, miszerint támadnak. Így 5 góllal megterhelve talán picit későnek tűnik ez a dolog, figyelembe véve, hogy 4 perc lehet hátra, esetleg 5. Szabálytalanság is történik, Tóth Gergő kerül a földre. Hévízi szabad. Nagy. Visszakapja Tóth Gergőtől, dobás. Kívülről kapta vissza. Nagy Réhárd a labdát, Becsei bedobás. Még egy becsehelyi bedobás. Hátrafelé cselezget Pintér. Még egy becsehelyi bedobás. Még kicsit ilyen oldalvonal központú lett a játék. Nagy indul meg, óriási lendülettel, mit kezd a labdával, rárugja! Mellé. Volt itt néhány parás perc, amit a Hévíz okozott a Becsehelynek, így körülbelül egy olyan, hát talán a gólig, meg még azt követően is, többször volt szükség szekeres közbeavatkozására, de ezek a parazsak most egy picit talán kihújni látszanak, így a mérkőzés vége közelettével. Török. Nagy. Horváth Mário. Ki a szélre? Pajor. Beemeli lágyan. Kifejlik. Nagy Richard. Pajor. Be a sűrűbe. Legyen is vissza a labda. Nagy. Szép Péter, ezt az útvonalat már bejárta a labda. Egy perce körülbelül. Pajor kézi csatába bonyolódik egy hátvéddel. Horváth Mário pedig dobhat. Visszakapja a labdát kis kitérővel. Túloldalra teljesen tiszta helyzetben az irányító kész. Szi Péter, Nedelko, balról jön a beadás, honnan jönne, és Török Milán lábáról levarázsolják. Nedelko, úgy de szépen vette maga elé.
Kicsit esett mozdulata ugyan, de kihozzák a labdát a becsehelyiek, és akár támadás is lehet a dologból, így már nem. Te Bódi inkább a keresztbe irányt választotta, mint az előrét, Horváth Mário. Tóth Gergő középre felszabadít a becsei védelem, Pődör érkezett jól. De csak annyira futotta az erejéből, hogy megakadályozta Fásit abban, hogy labdához jusson. Kirúgás. Nagyjából másodpercek lehetnek hivatalosan hátra a mérkőzésből. Nézzük, Szekeresnek lesz-e még alkalma kirúgni ezt a labdát. Szóval teljesen egyértelmű mérkőzést láttunk, hogy valamiféle összefoglalót próbáljak meg rittyenteni ide a mérkőzés végére. Valóban vége van. Hegedűs Miklós véget vet a játéknak. 5-0 arányban győzött a Hévíz. Nagyon meggyőző, nagyon színvonalas, nagyon szervezett játékkal. A Becsejnek csak a védekezésre maradt ereje, a támadásépítésre már nem. A Becsehely elvesztette a lendületét, de a tartását nem. Igyekezett a csapat. Ennyire futotta ez a Hévíz ma. Ezt azt hiszem már mondtam egy-két meccsen, bárkit legyőzött volna. Ragyogó formában van a csapat, 5-0 arányú győzelmük is ezt bizonyítja. Továbbra is 100%-os. A csapat és a gólarányon is javítottak, úgyhogy várjuk a következő fordulót.